Sziasztok! Kata vagyok, és most hozok nektek egy mini interjút a Mindful Artról, illetve a Mindful Art kurzusomról, ami hamarosan indulni fog március 4-én hétfőn. És egy kis kedvcsinálónak szánom. Magyarul mit jelent a Mindful Art? A Mindful Art jelentése, ha nagyon röviden szeretném megfogalmazni, alkotás tudatos jelenlét közben. Azaz, az alkotás alatt értsünk bármilyen egyszerű kis rajzolást, kis doodle rajzot, vagy bármit, ami egyszerű, pont ez lenne a célom, hogy ne bonyolítsam túl, ne kelljen túl sok eszköz, ne kelljen túl sok idő, mert ugye abból manapság mindenkinek úgy tűnik, hogy valamiért kevés van, és mindeközben belehelyezkedünk a jelen pillanatba, az itt és mostba. És az alkotás az ennek egy eszköze lényegében a mindfulnessnek, tehát a tudatos jelenlét állapotának eléréséhez csak egyetlen eszköz a sok lehetséges közül. És neked milyen problémák leküzdésében segített a Mindful Art? Ez nagyon érdekes téma, most nem is fogok annyira részletesen belemenni az apró részletekbe, de én ahogy kezdődött párkeresési időszakban voltam, elég sokáig, és nekem így jött ösztönösen, bementem egy hobbiboltba, egy ilyen kis dekor hobbi, kreatív, igen, így hívjuk, kreatív hobbiboltba, és észrevettem, hogy egy néhány órát eltöltöttem ott, így elég ilyen tervezetlen, spontán módon, és észrevettem, hogy így mindig a női sziluettekre terelődik a figyelmem, van ez a modern irányzat, ez a line artos irányzat. És akkor nem azonnal, de rájöttem idővel, hogy valahogy ezek a nőiséggel kapcsolatos, ismerkedéssel kapcsolatos sebek kiabáltak gyógyulásért. Ugye, ha valamink fáj, legyen az lelki vagy testi dolog, a fájdalommal nincs baj, az egy következmény, sőt, az egy indikátor, az nekünk segíteni akar, hogy ott valami van a mélyben, ami nem oké, és legyen az akár egy testi fájdalom, egy betegségnél ugyanez, vagy mint egy lelkinél. Hát nekem kiabált ez a nőiségvonal, és előtte nem hallottam meg ezeket a dolgokat, de akkoriban elkezdtem lecsendesedni, elkezdtem olyan könyveket olvasni, például Louis Elhétől, amik így lelassítanak. És akkor így kiszólt hozzám a hobbiboltból ezek a női sziluettek, hogy ezzel így dolog lenne. Aztán vettem néhány dolgot akkor ott a hobbiboltban, elkezdtem, volt egy ilyen színező, volt egy scratchbook, egy ilyen kis karcolókönyv, meg néhány ilyen dolgot elkezdtem csinálni. Közben rátaláltam Jirumának a zongora műveire, a YouTube-on hallgattam Jiruma műveket, aztán elkalandoztam, rátaláltam YouTube-on a handpenre, mint hangszer, akkor olyanokat is, olyan zenéket is hallgattam, és volt füstölő nálam, vagy ilyen aromagyertyák, és valahogy ilyen dolgokat kezdtem el így csinálni így egymás utániságban, és így meg tudtam érkezni magamhoz. Tehát akkoriban mindig azt fogalmaztam meg, hogy a legnagyobb problémám az az, hogy nincs társam. Nagyon szerettem volna egy megfelelő társat, aki férfias is, de megbízható is, és valahogy úgy láttam, hogy a kettő tulajdonságot nehéz egy emberben megtalálnom. És akkoriban ez a társra vágyás nem hagyott engem nyugodni, de valahogy mégis mindig a rossz tapasztalataimat ismételtem a fejemben, mindig azokat mondtam újra, hogy de úgyse lehetséges, és valahogy segített ez a Mindful Art vonal ennek a különböző kis tevékenységei magamra találni a csendben, a kreativitás megélések közben, és itt tényleg nem kell olyan bonyolult alkotói dolgokra gondolni. Aztán később félelmek törtek később fel bennem, és aztán a féltékenység érzései tértek vissza múltbeli tapasztalatokból nagyon erősen, és igen, most így ezek jutnak elsőre eszembe, és ezeknek a leküzdésében, félretételében, hogy ezeken túl tudjak lépni, nekem ebben segítettek ezek a technikák. Mikor hallottál a Mindful Artról?
Hát magáról arról, hogy mindful art, hogy ez egy létező dolog így egyben, vagy erre van egy szó, erre igazából az idén januárban hallottam. Az oké, hogy van a mindfulness, hallottam már erről a szóról, bár én inkább korábban magyarul szoktam használni Eckhart Tolle nyomán a tudatos jelenlétet, ő az egyik nagy kedvenc szerzőm. És a mindful art, amit nem említettem, hogy tavaly fluid art festményeket készítettem, és közben pedig voltak különböző olvasmányaim, és azt vettem észre, hogy valahogy ezek az olvasmányok az elméleti beül a gyakorlati jó érzésembe, a napi létezésembe, az alkotáson keresztül, mintha az alkotáskor ugye flow állapotba kerülünk, és akkor úgy bejönnek ezek az elméleti információk, és átültetődnek a gyakorlati síkra. És ennek a fluid art volt például tavaly egy számomra fontos eszköze, de hangsúlyoznám, hogy egy eszköz a sok közül, ha a mindful artot veszük, mint esernyő témát. És igen, januárban hallottam arról, hogy minden ilyen apró kis dolog, amiket csinálok, hogy füstölőt gyújtok, jelen vagyok, csendben vagyok, leállítom azokat a nagyon szapora, cikázó gondolatokat, amik a fejemben mentek akkoriban, még az 21 nyara volt. Továbbá, hogy olvasok ilyen dolgokat, handpennen játszottam, és ezek a kreatív tevékenységek így igazából most így januárban tisztult le ez előttem teljesen, hogy ez egy létező vonal, és hogy ezt, amik így engem megtaláltak, külön-külön tevékenységek, ezt összegző néven így hívjuk. Mennyire zavartak a pörgő gondolataid és a meditációs küzdelmeid? Elsősorban akkoriban nem a gondolatok zavartak, hanem akkoriban mindig az, hogy hú, hát én társat szeretnék, egy jó társat. A gondolatok néha inkább csak elfárasztottak már, hogy az volt bosszantó, hogy nem maguk a gondolatok, hanem az, hogy így elfárasztanak, hogy nem jutok A-ból B-be, nem jutok egyről a kettőre, és csak ugyanazokat a köreimet pörgetem, mint a kis hörcsökök a, nem, hogy hívjuk, fókuszkerék, abban a kis karikában. És szóval nem is a gondolatok zavartak, hanem inkább az, hogy nem tudom uralni őket, hogy nem vagyok ura ennek. A meditációt illetően nagyon sokszor, ugye 30 fölött változnak az embernek az érdeklődési körei, és előtte talán így az van sokunknál, hogy mindenhova megyünk, minden programon ott kell lenni, aztán 30 fölött meg így valahogy rájövünk, hogy nem is olyan rossz egyedül lenni. Jobb egyedül, mint egy rossz társaságban például, és rá ismerünk, hogy a meditáció is mégsem egy olyan rettenetes, szörnyen unalmas dolog, de mégis nehezen ment. Tehát nem tudtam úgy elcsendesedni, az, hogy egy helyben üljek, az talán még ma is nehézséget okoz, és hát pont erre gondolom a kreatív gyakorlatokat, egy szuper, egy ilyen kis motorikus, ilyen kis ismétlődő lehetőségnek, hogy vagy ugyanebbe az állapotba belekerüljünk, vagy szinte ugyanolyanba, mint egy meditáció közben. Milyen technikákat próbáltál, illetve ebből mi segített és mi nem? Ha a meditációval kapcsolatban nézzük, akkor azt tudnám mondani, hogy hát ez az elcsendesedés, ez nem mindig volt, vagy akár jelen időben is az erősségem, hogy leülök és mozdulatlanul ülök. Bár a légzés technikás gyakorlatok a szomszédos templomban nagyon-nagyon sokat adtak nekem. Tehát a légzés gyakorlatok is ugye arról szólnak, hogy az érzékeinket, az érzékelésünket használjuk arra, hogy a jelen pillanatban megérkezzünk. Az, hogy figyeljük a mellkasunk emelkedését, vagy a gyomrunkat, ha gyomorba veszük a levegőt. És egyre jobban megszólítottak a légzés gyakorlatok is. Aztán gyakorlatok terén 2022-ben jött szembe egy kavics, amit az utcán találtam, és akkor valahogy így sosem gondoltam volna, hogy ez engem érdekel, mert az iskolában valahogy a
testi, a rajz és az ének. Úgy veszem észre, hogy a köztudatban Magyarországon biztos többi helyről nem tudok nyilatkozni. Ezek a nem egészen tantárgyak kategóriáját képviselő tantárgyak, és ilyen nagyon, valahogy a társadalmunkban nagyon ilyen lekezelt szerepet kapnak sajnos. És aztán később akkor előre haladtával veszük észre mindháromnak a fontosságát, tehát hogy az ének, a zene, a rajz, a festés, a sport, és hogy is kerültem ide? Szóval a technikák, igen, amiket próbáltam. Igen, a festést akartam mondani, hogy hát ezt így emiatt, hogy a társadalomban egy ilyen gondolatunk van, az egészet így letesszük jó lentre. Hát én minden más gondoltam volna így a logikai síkon, az agyam síkján, hogy engem érdekelni fog, meg minden, de ezek a kis, az a kis kavics, amit találtam az utcán, megszólított, és aztán én is festettem kavicsokat. Ugye ez belátható időn belül elkészül, de közben meg így átélhető a varázsa azoknak a gyönyörű színeknek, formákkal lehet játszani, pöttyöző technikát használtam, tehát ez volt az egyik első dolog, aztán volt a fluidár, tehát a festéköntéses technika, amit talán néhányan már láttatok is a YouTube csatornámon, ott van jó néhány felvétel róluk. Handpennen játszani kezdtem tavaly, bár most nincs sok időm gyakorolni, de az meg 23-ban jött hozzá. Igen, ezeket csináltam. Hogyan segítettek a kreatív tevékenységek az érzelmi egyensúly megtalálásában? Hogyan segítettek? Talán nem is mondanék most annyi újat az eddigiekhez képest. Igaziból az olvasmányok, az elmélet, például Eckhart Tolle-tól a tudatos jelenlétről szóló gondolatai, ugye neki ilyen köré épül gyakorlatilag az egész tanítása, Louis Elhének az öröm, a hála, hálával kapcsolatos gondolatai, Eszter és Jerry Hicks-éket hallgattam tavaly audiobookban, hogy ők pedig arról beszélnek, hogy hogyan monitorozzuk kb. Ilyen azonnali odafigyeléssel az érzéseinket, hogy a rossz érzéseket mondják, hogy nem is kell árnyalni, hogy most csalódottság, szomorúság, fáradtság, kimerültség, hogy szinte mindegy, egyszerűsítsük le, van a jó, meg a rossz. Tehát, hogy ami jó érzéssel tölt el, meg ami rossz érzéssel tölt el, és hogy így ennyire egyszerű, próbáljuk meg a rossz érzéseket átváltani jóra. És ilyen szerzőktől sok videót és könyvet hallgattam és olvastam, vagy éppen Tony Robbins-tól, és ezek a gondolatok valahogy nem is terveztem, de hogy vagy elkezdtek átültetődni nálam így mélyebb szintekre. Talán egy kicsit elkezdtek beszivárogni a tudatalattimba, mert közben pedig alkottam. Hogyan kapcsolódik a handpen hangszer a mindfulness-hez az életedben? A handpen, aki esetleg nem ismeri, az olyan, mintha két fém edényt így egymásba rögzítenénk, olyan, mint egy teknős békának a páncélja. És nagyon érdekes rezgő hangokat lehet ezzel a két fém résszel ott köztük létrehozni, és segítenek nagy mértékben a jelenlétben. Ugye sokszor meditációkhoz, jogához is használják, mint háttérhangszer, mert nagyon ilyen kis nyugodt zenét lehet vele létrehozni, és olyan a hangzás, hogy nem csak azonnal így leütjük, és eltűnik a hang, és egy pillanatig volt jelen, hanem berezgeti a levegőt ott még egy jó néhány másodpercig, ezáltal ilyen nagyon megnyugtató. Milyen kihívásokat éltél át egy megbízható társ keresése közben? Kihívások. Az volt rendesen. Próbálkoztam online társkeresőkön is, viszont valahogy mindig azt mondtam, hogy mindig csak motiválatlan férfiakkal találkozom, tehát akik így nem terveznek komolyan, nem akarnak elköteleződni, és eljutottam, 21 nyara volt az is,
eljutottam egy, hát ez ilyen kis lakásszínház, vagy hogy is hívjuk, egy olyan térbe, egy olyan helyre, a hova tovább kikötő, egyébként a 6. kerületben van, ahol volt egy csoportos, ilyen pszichodrámás jellegű alkalom. Mindenkinek a résztvevők közül 45 perce volt, és nagyon profi a koordinátor, javasolom bármelyik programjukat, ha terveztek ilyet, és ha Budapesten jártok. És a 45 perc alatt minden egyes résztvevőnél volt az, hogy volt egy feszültség, egy probléma, aztán emelkedett a feszültség, volt sírás, aztán a végére így kitisztult az egésznek az íve. És mindenki a számára a legégetőbb problémát szokta itt észrevenni az ilyen alkalmakon, mivel az fáj a legjobban, tehát ennyire egyszerű. És hát én ott vettem észre a hova tovább kikötőben, hogy igaziból én ismételgetem mindig ezt a sémát, hogy mindig csak motiválatlan férfi, vagy nekem nem tetszik, vagy ő nem akar igaziból komoly kapcsolatot, aztán ki tudja, lehet, hogy csak éppen velem nem akart, de hogy mindig ezt a lemezt ismételgettem a fejemben, és ott vettem ezt észre, és hát eléggé fájt a felismerés, hogy ezek nem ilyen rajtam kívülálló véletlen történések egymás utánisága, ami már nagyon sokszor megtörtént, hanem ez belőlem vetül ki. És én szeretnék alapvetően a mindful arttal azért így, hogy is fogalmazok, így a valóság talaján maradni. Nem szeretnék ilyen nagyon elrugaszkodott, sokak által már ilyen spiri irányokba menni. Tehát nagyon fontos számomra, hogy a valóság talaján maradjak, és tényleg a saját tapasztalataimból tudjak kiindulni. És mindemellett nagyon azt látom, hogy ami belül van a szívünkben, a belső színpadon, azt teremtjük meg magunk körül. És most valaki ezt ilyen vonzásnak hívja, meg nem tudom, de az nekem még mindig egy kicsit olyan elrugaszkodott, mert az a baj a vonzással, mármint hogy ahogy ezt manapság használjuk számomra, hogy sokszor olyan dolgokról is beszélünk, hogy most nem tudom, kisüt a nap, esik az eső, hogy hát bevonzottad. Nagyon akartad, hogy süssön a nap, de én úgy gondolom, hogy az olyan dolgokra érdemes fókuszálnunk, amire tényleg van ráhatásunk. Na most arra van, hogy milyen férfiakra figyelünk fel, kikkel elegyedünk beszélgetésbe, hogy mindig egy adott konfliktusban megyünk-e bele, vagy mindig próbálunk nyitottan közeledni a környezetünkben lévő emberek felé, és próbáljuk azt látni bennük, hogy próbálunk bízni bennük. Tehát, hogy ugyanez a párkapcsolatban, hogy ami a belső színpadon zajlik, ha nekem mindig ugyanaz a motor zajlik, hogy az összes motiválatlan, akkor valóban én rájuk fogok fókuszálni. Ha a boltban elmegyek narancsért, akkor bizonyára a narancsot fogom először, mert az agyam ráhangolódik kiszúrni a polcon, és mondjuk nem a citromot. Tehát, hogy nem tudom, ezt most mennyire tudtam átadni, remélem, hogy valamennyire igen. Ami bent van, és belül a mi forgatókönyvünkben mi írjuk, mi vagyunk a rendezők, az fog megteremtődni, többé-kevésbé, de azért az alapjai meg fognak teremtődni a külső környezetünkben. És mit tanácsolnál hasonló problémákkal küzdő nőknek? Talán sokatok, akik most hallgatják a videót, ismeritek Dora Gyuláék, Dora Gyula és Ági gondolatait. Azt tanácsolnám, hogy fektessünk magunkba. Ez mind párkapcsolat nélkül, vagy már párkapcsolatban élő hölgyeknek is fontos lenne, hogy a lelkiismeretet picit néha félretéve nem csak másokért lehet élni, nem csak a családért lehet és kell élni, hanem ha mi nem vagyunk jól, ha saját magunkat elhanyagoljuk, ugyanúgy, ahogy egy virágot, ha elhanyagolunk, akkor el fog pusztulni, ugyanez a nő, ha saját magunkat
nem gondozzuk, nem törődünk, nem csak testi, az is nagyon fontos, de a lelki egészségünkkel, épségünkkel, ugye a vegetatív idegrendszerre is kell figyelnünk, hogy legyen meg a megfelelő nyugodtsági szintünk, a megfelelő alvásidőnk, stb., akkor szét fog csúszni a rendszer. Tehát szolgálhatunk folyamatosan másokat, mint a féle nők, mert megszoktuk, ez az életünk valahol, de hogy emellett nagyon fontos, hogy visszafordítsunk magunkba is időt, hogy nekünk is kell töltődnünk. És ha párkapcsolati problémával küzdötök, például, hogy nincs, akkor én azt tanácsolnám, hogy néha így talán jobb megállni, és talán hasznosabb megvizsgálni, hogy a belső színpadon egyáltalán már el tudjátok-e képzelni, bele tudtok-e érezni oda egy megbízható férfit, hogy aki tetszik is neked, és megbízható is, és humoros, és komoly, és következetes, és amit akarsz, hogy egyáltalán ezt el tudod-e hinni, hogy ez egy létező, vagy létezhető dolog, hogy ilyen lesz, vagy van, vagy létrejöhet a te életedben. Mert ha eleve el sem tudod hinni, és folyamatosan arról gondolkozol, és azt mondod az összes ismerősödnek és barátnődnek, hogy na már megint ez a szituáció, már elmentem a szingli túrára is, ott se semmi. Már voltam, nem tudom, bálban, buliban. Már voltam itt is, és semmi, mindegyik nem akar semmit, senkitől, nem csak tőlem. Ugye, ha erre fókuszálunk, akkor ez fog a mi kis mozinkban zajlani. Viszont ha ezt átalakítjuk, és ugye hogy tudjuk átalakítani? Nem úgy, hogy felregisztrálunk még két helyre, hogy na majd most a tökéletes társkereső, meg a villámrandira is elmegyek, meg mindenhova, az biztos szuper hely. Csak előtte, ha mi nem állunk készen, ha nincs meg a lelki egyensúly, nincs meg a belső nyugalom, nem tudunk visszavonulni ebbe a belső szobánkba, és ott nem rakunk rendet, akkor kívül is azt a káoszt fogjuk csak megteremteni. Szóval én ennyit mondanék, hogy magadra fordíts időt, olyan időt, ami neked jó érzés. Ha neked nem a kreativitás a jó érzés, akkor csak majdnem vagy jó helyen, akkor menj el görkorizni, menj el biciklizni, túrázni, ami téged feltölt, és ami megnyugtat, ami örömmel tölt el, és ahol megtalálod a belső békédet. És hogyan integrálod a meditációt a kurzusodba? A meditáció és a mindfulness technikák, mondjuk úgy, hogy rokon lelkek. A meditáció, ahol kevésbé használunk eszközöket, és a mindfulness, ahol viszont hasonló állapot elérése a cél, mint meditációkor, viszont bizonyos technikák, eszközök alkalmazásával inkább. Szóval jelen lesz. Nem a klasszikus értelemben, úgymond az eszköz nélküli meditáció, de mindenképp szeretném ezeket egybe gyúrni. Utolsó kérdés. Számodra mi a Mindful Art kurzus legfőbb üzenete? Legfőbb. A legfőbb üzenet, a kreativitás, az alkotás, az bár a nőiség megéléséhez fontos, és erősíti a női energiáinkat, a belső bölcs női erőnket, de minden mellett ez valahol egy eszköz. A cél az első szóban rejlik, tehát a mindfulness állapot elérése, a tudatos jelenlét felépítése. Kezdődjék ez mondjuk egy kis rövid rajzolós technikával, viszont ideális esetben ott végződik, hogy ez egy napi szintű jelenléti tud válni, hogy reggel a felébredéstől kezdve nem rögtön a félelmekkel kezdeni a napot, ha esetleg valakinek közületek van erről tapasztalata, vagy van erre hajlam, hogy rögtön az első két másodpercben ébredés után már valami negatív jön. Tehát a cél a kreatív eszközök segítségével megteremteni egy olyan napi, stabil alapokon nyugvó jelenlétet, amiből sokkal könnyebb élni.
ami segít fókuszálni a munka közben, vagy bármilyen tevékenység közben, segít jelen lenni, és nem mindig már egy következő helyen, már egy következő időben, hanem jelen. Ott, ahol vagy, ezáltal a legmagasabb fokon tudsz fókuszálni és koncentrálni arra az adott tevékenységre, az itt és mostban. Tehát ez a legfőbb célja. Erre még egy hasonlatot mondanék. Ugye klasszikus kép, hogy a házunkat ne homokra építsük, hanem sziklára. Amikor, ugye ha jártok edzeni, így szépen párhuzamosan teszitek a lábaitokat egymás mellé, és picit berogyasztva a térdet, és mondjuk egy ilyen 20 centi a két lábfej között, ez egy nagyon stabil állás. Tehát, hogy egy ilyen stabil állás alakulhasson ki többötök életében, tehát a sziklára állhassatok, és ne a homokra. Ez a cél. Ha kedvet kaptatok, még egy hetetek van jelentkezni, az ingyenes kurzus március 4-én indul. A linket megtaláljátok az összes posztomban. További szép napot vagy estét kívánok nektek, sziasztok!